Jó estét! Bemutatok egy eladó BMW 118-it. Itt a forgalmi törzskönyv, két kulcs, azonnal elvihető. Az autó Magyarországon újonnan lett vásárolva, amit egy forgalmiból úgy tudunk megállapítani, hogy van a B betű, ő az első forgalomba helyezés, ez országtól függetlenül. Van az I betű, ő pedig az első magyarországi forgalomba helyezés. Hogyha a kettő megegyezik, akkor Magyarországon újonnan vásárolták. Itt az alvásszáma. És a rendszáma. Ez alapján leinformálható akármelyik BMW szalonban, hiszen végig ott volt szervizeltetve. Én Csik Norbert vagyok, autókereskedő. És én, hát, azt nem mondhatom, hogy az első tulajdonostól vettem, de mindjárt megmutatom, hogy kitől vettem. Aki 2020 9. hó 3. óta tulajdonosa. És hogyha megnézzük, akkor 2019 9. hó 20. óta, szóval majdnem egy évesen vásárolta ezt az autót. A színre mindjárt ki is térek, mert nem egy átlagos kék szín, hanem tele van gyöngyházmetál szemcsével, ezért ilyen kis. Hogyha megnézzük a színét, akkor ahol fény éri, ott ezüstösebb, picit világosabb. Az autót körbemértem, teljesen gyári, soha nem volt még semmilyen balesete. Az első hátsó lökkerítót nem tudom mérni, mert ugye az műanyag, és az összes többi elem az gyári. És a háttérben térjünk rá az egyik legdrágább dologra, ami az autókat illetheti, ugye a külön felni garnitúrán lévő téli gumik. A téli gumiknak az állapota az bőven 80, de inkább 90%-os. A nyáriak is szinte úgy, 80-90% környékiek. Majd úgy kell kalkulálni az autó gumi vétellel, hogy körülbelül ilyen. Ugye ez nem egy nagy teljesítményű autó, itt nem úgy kopnak a gumik, mint egy nagy teljesítményű autónál, úgyhogy ilyen 100 és 150 ezer kilométer között kell majd, hogyha ugyanúgy használjuk a télit is, meg a nyárit is, akkor majd az biztos, hogy bőven 100 ezer kilométert kell majd meghaladni az autónak, hogy majd a gumikérdéssel foglalkozzunk. Ugye a lámpának a belseje az fekete. És hogyha megnézzük az összes kiegészítőt, a lökhárítókban, itt is, ott is, akkor itt lenni is, itt van egy érzékelő is, ott ő az, akkor fekete a tükrök alja, akkor fekete az ablakkeretek, hogyha megnézzük a felnit, a felnek a külső része az, ez a szálcsiszolt alumínium, azt szokták rámondani, a belső fele pedig fekete mint, ahogy az autón, mindjárt mutatom hátulról is, itt is fekete, ott alul is fekete, itt a kifogó mellett, és ha megnézzük így a finom harmóniát, akkor hát ez így kerek, mondjuk így. Visszatérve a téli kerék garnitúrára, hát hogyha bemennek a BMW-be és venni akarnak egy garnitúra kereket, az még ezeknél a kis autóknál is 1 millió, 1 millió felett szokott lenni egy kicsivel, úgyhogy az a legdrágább dolog, amit kaphatunk az autóhoz. Ugye elől hátul full LED lámpa,
A ködlámpa, ami itt van, ő is ledes. Automatán behajló tükrök. Ugye a nyáriak azok 19-es kerekek, a téliek 17-esek. Milyen szép innen a háttérben a felnik. Ugye a hátsó lámpák is full ledesek, világító kilincsek, illetve tükörnél is, hogyha megnézzük, hogy mindjárt megpróbálom mutatni. Van, mindjárt rányitunk. Itt van neki egy ilyen kis világító formája. Kivetíti ide földre nekünk a BMW jelet. És amikor kinyitjuk az ajtót, akkor visszaköszön a külső szín. És a BMW-nek ennél a modellnél van ez a féle díszvilágítás. Mindjárt oda teszem az ujjam, hogy ráfókuszáljon. Ilyen különleges, szóval nem az a sablon, hogy van egy csík, ami világít és kész, hanem ez ilyen különleges, és itt is. Hát az ülés, ugye ez a teljes alkantara ülés, kivéve az ülésnek a háttámláját, ugye, hogyha gyerekeket viszünk, akkor hogyha az ő lábuk hozzáér, akkor az alkantarához érjen, ott bőrülés van, vagy bőr rész van, de amúgy az egész ülés az alkantarás. És a kék dísz, illetve a kék színű cérnával való díszvarás, az mindenhol visszaköszön. Könyöklőkön is, műszerfalnál végig. Amikor a külső szín beköszön, még itt az a hátsó rész is, ugye ő a fekete, ő pedig ilyen kékes fekete. Egyes BMW-k nem szoktak, nekem rengeteg hasonló kis autóm volt, hát még mennyi nagy autó, és nagy autóknál, 7-es BMW-nél, vagy hogyha a Mercit nézzük, akkor a nagyobb, prémiumabb szegmensből szokott ennyire kis részletesség, vagy részletgazdag autó születni. Itt is itt a kis hangulatvilágítás. Megvan hozzá gyári BMW szőnyeg, és ez pedig egy ilyen titkos rekesz, hát oda elég mély, ilyen 15 cm mély biztos, hogy van, szóval hogyha azt felhajtjuk, akkor ott még oda lehet pakolni. Ugye ez az M csomagos, más a lökhárítók, küszöbök, más az első hátsó lökhárító. Na itt van a BMW jel, nem tudom mennyire látszik. Ja, ezt majdnem elfelejtettem. És mindjárt meg is mutatom az ülés hátulját. Az ülés hátulja, ugye ez még alkantara, de ez a belső rész az bőr, egészen leig. Van hátul ilyen töltés, töltési lehetőség.
kötöm magamat, hogy ne világítson ez a piros. Így. Most van benne 51.500 kilométer. Ez a középső képernyő, ő már érintőképernyős. Sokkal gyorsabban tudunk elérni dolgokat. Főleg a navit egyszerűbb kezelni. Ilyenek a fények. Nem fog belemenni az összes almenübe. Mert akkor nagyon-nagyon hosszú lenne a videó. Csomagtér fedelét lehet állítani, hogy mennyire nyíljon ki. Ha valaki szűkös garázsban áll, vagy mély garázsban, ahol tele vannak ilyen csövekkel, akkor ugye ott nem lehet teljesen kinyitni. Ezeket lehet elvitgatni. Szellőztetés nyáron nagyon jó, hogyha tudjuk, hogy 5 órakor jövünk ki és nem tudunk beállni árnyékra, akkor beállítjuk, hogy 4 óra 55-kor indítson egy szellőztetést, és akkor nem a 60-70 fokos autóba ülünk be. Főmenüt lehet konfigurálni. Itt van a BMW-nek a szervizkönyve. Itt, hogyha az OK felirat a zölden világít, az a hibátlan működtetés, hogyha ott a sárga felkiáltójel, ott már volt valami. Mindjárt mutatom is, hogy mi. Ugye, hogyha ide rámegyünk, akkor mindent ki tudunk olvasni. Itt a motorolaj időben volt elvégezve, viszont a mikroszűrő egy hónap. Az a baj ezekkel, hogy nem összekötik a szervizeket, szóval nem egyszerre kell elmenni sokszor szervizbe, hanem a mikroszűrőt hamarabb kell kicserétetni, mint például a motorolajat, és akkor nem kétszer mennek el, hanem mit csinálnak? Hát akkor
Jó, hát a mikroszűrő úgyis ráér, és akkor majd akkor fogom megcsinálni azt is, amikor a motorolajat. Itt is. És mindig minden el volt időben végezve, itt meg a sárga ez a műszakit jelenti, hogy egy hónappal később műszakiztatták le, mint ahogy kellett volna. És itt az elmúlt 2594 kilométernek az átlag fogyasztása 6,2 volt. Hát akkor így röviden ennyi. Akármilyen kérdésük van, hívjanak nyugodtan, igyekszem segíteni. Viszlát!